A pontos idő 10:30, javában tartanak a Szent István napi rendezvények a fővárosban és szerte az országban. Zalaegerszegen a mai nap kettős ünnep, az államalapítás mellett a Göcsei Falu Múzeum napját is ünneplik, hiszen 1968-ban ezen a napon nyitotta meg kapuit az ország első szabadtéri néprajzi gyűjteménye. Az idei programok különlegessége az az új Klügel orgona, amit 2018-ban kapott a Göcsei Múzeum. Zalaegerszegről most Fraunhofer Márta jelentkezik a továbbiakkal. Szervusz! Köszöntöm a kedves nézőket, jó napot kívánok! Valóban ma 55 éves a Göcsei Falu Múzeum itt Zalaegerszegen, és számos programmal várják az érdeklődőket. A különlegesség pedig az az orgona, aminek a hangját most mi is meg tudjuk mutatni a kedves nézőknek, és hogy hogyan került ez a múzeum birtokába, azt már főigazgató úrtól kérdezem, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket. Valóban 55 éves a Falu Múzeum, és ezen a napon a Göcsei Falu Múzeum napját ünnepeljük, amely 55 évvel ezelőtt hatalmas közösségi összefogással jött létre. És az az orgon, amit hallhatunk itt a háttérben, 2018-ban került a múzeumnak a látókörében. Vöcköndön nagyon rossz állapotban volt, bekerült a Göcsei Múzeumban, ahol a restaurátorok, amikor elkezdték ezt a gyönyörű műtárgyat restaurálni, akkor feliratokra bukkantak a belsejében, és ebből megtudhattuk, hogy 1796-ban Kőszegen a Klügel család volt az, aki ezt a gyönyörű barokk orgonát felépítette. Az orgonát közösségi összefogással, ma divatos szó a közösségi finanszírozásnak a segítségével tudtuk restaurálni, és nem csak restaurálni, hanem újra működésbe hozni, és hát ugye a Göcsei Falu Múzeum napja a közösség ünnepe, a közösség napja, és ezen a napon megszólal először a Klügel orgona, mai nap délutánján több koncertet is adunk az érdeklődőknek, a támogatóknak. Mert ugye a legjobb helye ennek az orgonának éppen a fatemplomban lett. Így van, az alacsébi fatemplomban mellett állunk, itt fog megszólalni a Klügel orgona, hiszen időben a Göcsei Falu Múzeumnak is ez a tematikája a 18. század, 19. század népi kultúráját mutatja be, és úgy gondoltuk, hogy a legjobb helye az orgonának itt lesz a Göcsei Falu Múzeumban, az alacsébi fatemplomban. Milyen programokkal várják itt ma még az érdeklődőket? Az új programok mellett, mint az orgonának a bemutatása és a koncertje, várjuk az érdeklődőket hagyományos programjainkkal, kézműves kirakodóvásárral, népi játszóházzal, időszaki tárlatokkal és minden jóval, ami ilyenkor augusztus 20-án az ide látogatók számára érdekes lehet. Most még csak gyülekeznek az érdeklődők, hiszen 10 órakor nyitották a kapukat, viszont elmondhatjuk, hogy Zalaegerszegen augusztus 20-án ez a legnépszerűbb rendezvény. Így van, ez az egyik legnépszerűbb rendezvény, de ne felejtsük el, hogy a Zalaegerszegi Múzeumok igazgatóságának másik két tagintézménye is várja a látogatókat, a Mindszentíneum és a Göcsei Múzeum állandó kiállítása és térítésmentesen látogathatók ezen a napon, bár tagadhatatlan, hogy a legtöbben jó idő esetén ide a Göcsei Falu Múzeumba látogatnak ki. Havasi Bálintnak nagyon szépen köszönöm, kedves nézők, és hogyha kedvet kaptak ehhez a programhoz, akkor egészen 18 óráig várják az érdeklődőket, és természetesen a mai napon, ezen a születésnapon ingyenesen látogatható a Göcsei Falu Múzeum. Fraunhofer Mártának köszönjük szépen!